Hát akkor szép jó napot kívánok, kedves hallgatók! Én Nemezzé Márió vagyok, mellettem Gerőcs Péter, és ez itt a Szuterén című irodalmi podcastnek az új adása. A mai témánk az irodalom, irodalmi élet és a karantén. Te teszel föl kérdést nekem, vagy én kérdezzelek először? Hát szerintem most átadom a szót, kérdezte. Jó, te mit csináltál az elmúlt hónapokban? Hát egyszerre sokat, és másrészt nagyon keveset, azt hiszem. Tehát egy fura a karanténben van végzett tevékenységnek a megítélése számomra, mely teljesen más időtapasztalatot hoz létre, és emiatt a saját jelenléted, meg az aktivitásod is más fényben látszik, erről is majd talán beszélhetünk. Vidéken töltöttem a karantént, nyárádon, ugye az én családi falumban, származási forrásom földrajzi középpontjában és így tovább, tehát a magyar vidék és magyar föld közelében. Hát távoktattam, az például egy eléggé nagy igénybevétellel járó feladat volt, hogy ugye az egyetemi oktatásnak ezeket a jelenlétcentrikus formáit át kellett cserélnünk erre az egész ilyen online technológiára, és akkor itt hát a kedves hallgatóimnak is podcasteket gyártottam, illetve a kurzusokat próbáltuk azért online fórumokon, Zoom-mal, Microsoft Teams-el interaktívan is folytatni. És emellett például ki tudtad alakítani a külön időket, a külön békét, és például tudtál dolgozni, ami saját munka az iskolán kívül. Többé-kevésbé, tehát ahogy mondtam, itt a teljesen más rutinok jöttek létre, tehát ilyen időrutinok, vagy az időhöz való hozzáállásnak újfajta formái. Sok pozitív dolgot is tudok erről mondani, tehát hogy nekem nem volt annyira tragikus ez a kiszakadás, vagy bezáródás a karantén ideje alatt. Egyrészt például visszatérve az oktatáshoz, úgy éreztem, hogy kifejezetten intenzíven tudtam most a mostani fél év kurzusaival foglalkozni, és jobban sikerült akár szakmailag elmélyülni a különböző területekben. Volt egy képregény kurzusom, azt nagyon élveztem, úgyhogy itt most a képregény világ bugyraiban is megmártóztam, meg a fasiszta esztétikában, úgyhogy voltak itt ingyenségek a 3 hónap alatt. Mellette sikerült igen dolgozni is, tehát bár talán szép irodalmat keveset írtam, ezt sajnáltam is, de hát mellette azért több ilyen esszé, meg tanulmány, meg kritika megkeresésem volt, és hát ezekkel kellett foglalkozni főképp. De írtam verset is, vagy novellát, tehát azért nem ebből a szempontból sem volt ez egy terméketlen időszak. De hadd szúrjak be egy szolgálati közleményt, mert nyilvánvalóan behallatszik a város zaja. Most kivételesen nyitott ablaknál dolgozunk Márióval, mert hogy hát ránk köszönt a nagy meleg, a nyári nagy meleg. És akkor itt visszakanyarodok, hogy nem csak rossz, vagy hogy sokat dolgoztál, de hogy sok előnye is volt ennek a te távollétednek. Most általánosságban gondolkozunk erről első körben, hogyha a szakmai működés, a írói, költői praxis felől gondolkozunk a klauzúráról és az izolációról, akkor milyen kijelentéseket lehet tenni? Tehát az, ami a karanténban kényszerűségként tételeződött, az egyébként egy írónak vajon természetes működésmódja kellene, hogy legyen, vagy sem? Több szempontból talán igen, hogyha helyesen értem a kérdésedet. Tehát ez a karantén sztori, ez egy áldás és egy átok is volt egyszerre. Itt most talán úgy közelíteném meg a dolgot, hogy mondjuk szembeállítom a karantén előtti életmódommal ezt az egészet, és arra jöttem rá, ez lehet, hogy banális, de ugye valamiféle nagyon erős accelerációban, gyorsulásban éltem én a napjaimat, ami valahol a
kultúrának, vagy a kulturális életnek is a habzsolásaként is leírható, tehát hogy mindig mentem, vagy mindig pörgött az ember, sok szereplés, egyfolytában projektek, meg meetingek, ami hát egyrészt lehet, hogy jól hangzik, de szerintem azért annyira nem jó, mert ezek így keresztbe fertőzik, meg vágják magukat, és ilyen nagyon rossz bioritmusokat, vagy akár ilyen gondolkodási ritmusokat hoz létre. Tehát egy ilyen állandó hajszoltságot, vagy megfeszítettséget, ami akár a koncentrációnak, például a befelé koncentrálásnak a rovására is ment. És hogyha ezt az ember így levetkőzi, és karanténban sikerült ettől ugye távolságot felvenni, itt egy olyan, akár ilyen slow life ritmus alakult ki, ami például ezt a fajta ilyen önanalízist, hogy az elmerülést a saját privát világodban azt segítette, vagy növelte, vagy erősítette. És ez magának az írói munkának ez jót tesz, ezt néha csak rezidenszikben tudtam átélni, amikor ugye az ember elszabadult itt a mindennapokból egy hónapra, másfél hónapra, és elutazott, akkor volt meg ez az abgeschiedenheit, ez a leválasztottság, ez az elszakadottság érzés. És akkor látod azt, hogy hirtelen ugye egy ilyen reflexiós lehetőséged is van, valahonnan máshonnan tekintesz rá önmagadra, vagy az eddigi ritmusodra és az életedet. Én sok mindenre rájöttem, akár így a régi önmagam, vagy éppen az aktuális önmagammal kapcsolatban, meg egyáltalán arra, hogy mennyire vakon rohanok bele ezekbe a nyüzsgésekbe például, és sokszor az a nyüzsgés használ engem, nem én pedig a nyüzsgést, vagy a kulturális élet használ engem, és hajt túl, ahelyett, hogy én tudnám azt kreatívan vagy optimálisan használni. Igen, én is elmesélem hozzá az én személyes történetemet. Én nem is a karantén miatt zártam el magam a városi létezésemtől, és ettől a nyüzsgéstől, aminek nem csak elszenvedője, hanem kiváltója is vagyok a saját életemben, hanem már jóval azt megelőzően, január legelső napjaiban vonultam el a nyári lakba, ami télen nekem egy ilyen alkotóház, és egyébként ott ért a karantén is, tehát tulajdonképpen semmilyen változást nem idézett elő, sőt, már tulajdonképpen a karantén lecsengése, vagy a világjárvány lecsengése után is még ott voltam, tehát ez egyszerűen csak ennek az idejére esett. És ezen gondolkoztam sokat, hogy én ezeket az időket keresem. Tehát ugye nekem arról van tapasztalatom 10-15 éve, ugye ebben a házban, vidéken szoktam dolgozni, és dolgozom mindig a nagyobb fesztávú szövegeimen, hogy hát finoman fogalmazok, hogyha azt mondom, hogy ez másként nem lehetséges, és ebbe egy picit nem is akarok megengedő lenni, legalábbis a nagyobb fesztávú szövegek írásával kapcsolatban, és írójával kapcsolatban, hogy ez nem nagyon lehet a nyüzsgésből megoldani, lopott órákból megoldani, tehát hogy az, amit te most egy szempontot kiemeltél, ezt a kontemplatívabb, vagy önreflexívebb, akár még azt sem merésség mondani, egy ilyen meditatívabb tudatállapot kialakítását, hát ez egy szempont, és ennek még van elég sok járulékos szempontja, egyszerűen az életvitel, a napi rutin és a napi ritmus, a dolgok fontosságának az átalakulása, hogy hányszor megyek közérbe, igenis be lehet rendezni az embernek úgy az életét, hogy hetente egyszer megy közérbe, és akkor egy hétre előre vásárol, egy kicsit tudatosabb életformát követelez, de ez mindenre ugyanúgy igaz lesz. Teljesen átalakulnak, nyilván közhelyeket mondok, vagy hát ezzel sokan szembesültek most a karantén ideje alatt, de az, hogy ezt miként használjuk fel ezt az átalakított időt, az nyilván a mi dolgunk, és én még egyszer mondom, azt gondolom, hogy az íráshoz ez eleve szükséges, tehát nekünk magunknak is. Hát időnként ki kell alakítani ezt az alternatív időszerkezetet. Majdnem azt mondom, hogy alternatív valóságot, hát egyre inkább kezdem azt hinni, hogy nem az, hanem ez a széllyel nyüzsgetett városi lét az alternatív valóság. Én ezt mostanában nagyon radikálisan merem gondolni és állítani. Szóval to make the long story short, ez szerintem elkerülhetetlen, de egy regény megírása esetében mindenképp. Igen, én teljesen egyetértek veled abban, hogy azért ez egy marha komplex ügy, tehát a kivonulás és jelenlét kérdése, vagy a kettőnek ez az alternatívája,
Tehát például abból a szempontból is lehet, hogy nem egyszerűen itt a fizikai magány és a fizikai jelenlétnek a szembeállításáról van itt szó. Tehát nem egyszerűen csak arra gondolok ebben, hogy most abban van itt a különbség, hogy tényleg ott vagy a nyaralóba versus itt pöröksz a felolvasó esteken, hanem van ennek egy olyan vetülete is, hogy ugye maga a kulturális életünk, vagy a kulturális rendszer, az egy termelési rendszer. Tehát itt egy kicsit ilyen elméleti keretet akarok ennek adni. Tehát egy olyan rendszer, ami folyamatosan termel produkciókat, projekteket, részvételi eseményeket, eventeket, akár ugye szövegeket is, és így tovább. De ez egy ilyen termelési hajsza. Gyakorlatilag egy jelenlét gépezet, de ez a jelenlét, ez lehet írásos jelenlét is. És ez kicsit olyan, hogy ez egy olyan típusú ilyen kényszereket hoz létre, ami éppen, hogy meggátolja a termelés versus alkotás. Tehát... Pontosan ezt a szempontot akartam behozni. Még egy fogalommal kicsit kiegészíteszem, ez fogalompár a kényszeresség és a szorongás, vagy szorongatottság, mert szerintem haloványan, vagy valamekkora hangsúlyal ez is jelen van itt, és nem akarom ezt ilyen egyszerűen lebontani, hogy város szembeállítva mondjuk a vidéki léttel, bár ez gyakran összefügg, de legalábbis a talán szükségszerű fizikai elvonultság, és az, hogy ebben a folyamatos egy ügyekre és emberekre kapcsolódásban és ennek a kapcsolati hálójában ne legyen jelen egy ideig az ember. És hogy igen, de mondtad, hogy van itt egy nagy gépezet, és ennek az ember részévé válik egyszerre elszenvedője és hát alkotó eleme is ennek a gépezetnek. És ez nagyon fontos egyébként, hogyha most hívjuk így jobb ilyen, hogy alkotásról beszélünk, hogy azon ez egy teher. És az mindig teher, tehát én tehermentesülésként értem meg, és én meg mindig azt, amikor csopakon, ott a csendben, főleg télen tudok úgy dolgozni, hogy a napjaimat csak azt tagolja, hogy reggel fát kell hasogatni, meg napközben 3 naponta egyszer valamit főzni, és egyébként semmi más nincs, csak a csönd, a fagyott domboldal és én a számítógép előtt. Egyszerűen azért, mert ez hozza létre ezek a külső díszletelemek, azokat a belső lehetőségeket, amik szükségesek ehhez. Tehát ezt mindenképp valom, és ebben van egy érdekes tapasztalat, nem tudom ez mennyire egyénített, vagy mennyire univerzális, de hogy a hatékonyságban sem kevesebb. És tulajdonképpen, ha a szövegproduktumokat nézzük, és nem csak a regény, meg közben azért megtaláltak ilyen-olyan dolgokkal, vagy eszét kellett írni, vagy ajánlót kellett írni, vagy ezt csinálni, azt csinálni, tudtam menedzselni az életemnek ezt a részét is. De a hajszoltság foka, az nem, hogy nem volt olyan mérvű, hanem hát nem volt benne hajszoltság. És egyébként egy másik egy élettani tapasztalat, ami még ezzel társul, ami kilép a szakma köréből, vagy a szakmai kérdések köréből, hogy ez mindenre igaz. Tehát, hogy valahogy egyszerűen a kávé főzés is jobban a helyére kerül, amikor ebben a sokkal természetesebb térben, sokkal természetesebb időzajlásban vagyok, hát olyan szinten, most ez egy ilyen vidékromanticizálás is lesz, és idealizálás, én erre mostanában hajlamos vagyok, de kevesebbet nézem például az órát. Többet látom a napot, közvetlenebb viszonyom van még az idő múlásával is, a napszakok változásával, közelebb vagyok a természethez, valahogy minden ezáltal természetesebbé is válik, és az a magány, ami meg hát engem sokszor tud érni a városban, az a magány tapasztalat, ugye itt a tömegben, az a vidéki elvonultságban megélt egyedüllétben egyáltalán nem jelentkezik. Ez összefügg szerintem a hajszoltsággal, de legalábbis az én esetemben biztos. De még egy, nyissunk egyet, szerintem a saját tapasztalatból most abba az irányba, hogy mondjuk az online térben mit láttál másokon? Vagy hogyha nyilván éltél szociális életet, beszélgettél barátokkal, kollégákkal, hogy ők hogy élték ezt meg? Különböző taktikákat láttam, vagy nagyon, szerintem nagy volt a szórás ezzel kapcsolatban, tehát nagyon sokféleképpen élték meg az emberek. Most tegyük hozzá, hogy ugye én alapvetően azt éreztem, ez a tehermentesítés talán egy jó szó, amit használtál, tehát hogy én bennem volt egy megkönnyebbülés, hogy például bizonyos, hogy is mondjam, ilyen fizikai jelenlétkényszerek nincsenek, nincs ez a
nincs ez a állandóan lemaradsz valamiről, és ott kell lenned típusú, nincs ez a, ez a FOMO? FOMO, ez a, FOMO? Ja, ez a lemaradok valamiről, ez a fóbia, nem tudom már micsoda. Igen, igen. Tehát, hogy ez engem alapvetően ettől megkönnyebbültem, hogy ez nem volt, és amúgy az, a, amit mondtál, hogy ez hogyan alakítja át a megérést, kicsit szerintem például úgy, hogy a bizonyos dolgok, bizonyos eseményeknek a megtörténését jobban érzékeled. Mert amikor FOMO-ba vagy, akkor folyamatosan az esemény centrumát hajszolod, és ezért az eseménynek a megtörténését se érzed. Igen. Tehát gyakorlatilag... Hát elhoztam a kávéfőzés primitív példáját, hogy még ott sem annyira futószalagszerű tud lenni akkor a napi berendezkedés, hogy... Nem tudod elhelyezni azt egy, nem tudod szervesíteni, nem tudod szervesen megélni az adott eseménynek a végbe menetelét, vagy hát hogyan is mondjuk. Ezt most én úgy tudnám egy kicsit itt a kulturális termelésre átfordítani, hogy igazából ebben a FOMO világban, ebben a accelerációban folyamatosan létrehozol eseményeket, folyamatosan végrehajtasz valamit, de aztán egy amnézia is rögtön beáll, mert amikor véget ért, már rögtön elfelejtetted. Ennek az egyik kulcs magyarázata szerintem a jelenlét. Tehát, hogy kevésbé vagy jelen ebben az üzemmódban. Hát önmagadnak se. Így értve, abszolút. És itt nagyon fontos szerintem a time management kérdés. Azt mindenképp hozzuk be, mert ezt érintettük több ponton is, de azzal, hogy nem kell eleget tenned felolvasás felkéréseknek, meg meeting, napközben ugye mik azok, amik űzik, hajtják, kergetik az embert, a meetingek, megbeszélések és kávézások, vagy ne adj Isten, podcastet kell elkészíteni, hát hirtelen sokkal tágasabb lesz a nap. Sokkal jobban lehet gazdálkodni az idővel, sokkal kevésbé érzem elvesztegetettnek azt, hogyha meglocsolom a szobanövényemet, hanem valahogy az is megtalálja a helyét. Pont akkor, amikor két gondolat között vagyok, de az elsőt még éppen ki kell hevernem, és amúgy is csak leföljárkálnék a szobában, akkor primán meg tudom locsolni a növény. Minden valahogy sokkal jobban a helyére rendeződik. De ezek itt valamennyire klappolnak a tapasztalataim, ha nem is teljesen, meg te ugye dolgozt, tehát hogy én a regényen tudtam dolgozni itt sok hónapon keresztül, de hát munkában voltunk mind a ketten, de sokaknak meg az a tapasztalat, sokan ezt elszenvedték, és nagyon keservesen élték meg ennek a hónapjait. Most az ő nevükben általánosságban nem akarok beszélni, de onnan tudunk erről beszélni, mi mit láttunk ebből kívülről. Hát igen, ugye hát amit lehetett látni, vagy a kulturális életet ugye digitálisan láttuk, vagy aki kíváncsi volt rá, aki figyelte, hát én próbáltam kevesebbet figyelni, szerintem te se voltál erre annyira rákattanva. Amit én láttam, és ami feltűnt, az például az, hogy sok esetben valamiféle, ez a kényszert, a kényszerességet, ezt nem mindenki tudta elengedni. Tehát, hogy én azt láttam, hogy a kulturális jelenlétgépezet, vagy ez a termelési kényszer, ez áthelyeződött, átterhelődött sokkal erőteljesebben az online terekre. Tehát, hogy a Facebookon mindenki élőzik, mindenki felolvas, mindenki beszámol valamiről, stb. Nyilván ez individuális. Tehát, hogy ki az, akinek mekkora kényszere van ezekre a bevonódásokra, vagy önmaga jelenlétének a manifest hirdetésére, vagy bejelentésére, vagy hangsúlyozására, és így tovább. Tehát valószínűleg ez megint csak így pszichológiailag is szóródik. Én nekem egy kicsit olyan tragikomikus is volt látni azt, hogy emberek mennyire nem tudják ezt elengedni. Tehát, hogy mennyire kényszeresen posztolnak, megosztanak, egyre-egyre hajtják a tartalomgyártást. És nem, nyilván csak spekulálni lehet erről, meg ez, ahogy mondtam, mindenkinek személyes. Én egy kicsit arra kezdtem gyanakodni, ez is talán egy ilyen bulvárosabb olvasata a dolognak, hogy valahol ugye állandóan a magyar kulturális szférában, ezekben az értelmiségi körökben, művészkörökben, stb. Azért folyamatosan el vagyunk azzal foglalva, hogy a saját létezésünket egyáltalán legitimáljuk társadalmi értelemben. Tehát, hogy mivel ez az egész kulturális szféra azért így ki van szervezve a társadalomból, tehát így
kilépett, kilebegett a fontosságát vagy a jelentőségét tekintve. A szereplőknél sok esetben érezni, hogy valahogy hát manifest módon be kell mutatni, hogy mi az, amit ők csinálnak, miért fontos egyáltalán ez a kulturális élet. És én azt éreztem, hogy ebben a karantén helyzetben ugye a lehetőségek beszűkültek, hogy a létezésnek ezt a fajta ilyen igazolását performálni lehessen. Tehát nem lehet most már a nem lehetett ott és akkor felolvasó esteken, eventek keretében bemutatni, hogy mi is itt vagyunk, írók, írunk, művészek, alkotunk, kiállítunk és így tovább. És valahogy ezt a fajta egzisztenciális krízist is az online terekben kellett kiélni, akár kényszeresen. Van ennek egy másik vetülete is, ami nem szakmai, de itt ezzel is összefüggésbe hozható. Az egyszer annak a kérdése, meg lehetett jól figyelni, ki mennyire introvertált, illetve extrovertált, milyen szociális igényekkel rendelkezik, azt nagyon, nagyon tisztán tükrözte vissza ez a helyzet mindenki számára. Ki volt az, aki de bejön a reprezentáció kérdése is, hogy nem, mert van, aki egyszerűen így éli meg a saját szociális jelenlétét a stage-en, a stage magányában, és hát ugye azt most itt nélkülöznie kellett, de van, aki pedig baromi jól, és itt az introvertált emberek talán előnyben voltak, mert végre nem kellett elmenni ezekre a találkozókra, ami szintén elég nagy tehertétel tud lenni, mondom, tehát az introvertáltaknak mindenképp, az sokat kivesz. És ezt megúszhatták legitim módon. Tehát nem kellett megmagyarázni, hogy miért nem mennek el akkor sörözni este a kollégákkal. Egy kérdés ilyen végekérdésnek hangzik, de nem annak szánom, csak talán itt is, ezen a ponton is érdekes lehet, hogy neked miben hozott újat, és mi az, amiben te ezek után szerinted változtatnál a napi ritmusodon, az életviteleden? Hát eldöntöttem azt, hogy ugye most a te példádat kölcsönvéve, hogy hagyok időt arra, hogy megöntözzem a virágokat, bár nem szeretem a virágokat és az élő növényeket, úgyhogy ezt csak ilyen szimbolikusan értem. De miért nem? Nem tudom, én a, hogy hívják ezeket, itt a műnövényeket szeretem. Jó, hát figyelj, most ez egy hosszú kultúrtörténeti fejtegetést igényelne. Baudelaire-nél nagyobb természetiszonnyal rendelkező ember nem volt. Ő volt az, aki még a természetes vizektől is parázott, és csak akkor volt képes elviselni a vizet, hogyha az mondjuk uszodába vagy városi környezetben találkozott vele. Tehát valami művi médiumon át. Na jó, most... Szóval ebben most nem menjünk bele. A lényeg az, amit akartam mondani, hogy igen, tehát ez az időt önmagadra program. Tehát, hogy ez fontos, hogy egy kicsit így valahogy az ember a saját napjának, vagy az öngondozásra kell figyelni. Tehát az öngondozás. Ez kicsit, ez lehet itt egy fontos kategória, ami amúgy, hát egy ilyen, hogyha ugye itt a karantén miatt folyamatosan ilyen orvoslástani metaforákban beszélünk a járvány miatt is, ezt most én is megtenném, az öngondozás az egy ilyen dietetikai gesztus is, csak hát itt ugye a mentális higiéniádat próbálod őrizni ezzel, vagy hát én így értem, hogy egy kicsit erre legyen idő, nem kell azt a levelet azonnal megválaszolni, és így tovább, tehát egy kicsit így valahogy... És fogsz tudni nemet mondani öt találkozóból legalább egyre ezek után? Programszerűsíthető ez? Reméljük programszerűsíthető, hogy ötből legalább kettőre akkor nemet kéne mondani, nem biztos, hogy ezt olyan könnyű megoldani, de törekszem én is rá, mert tényleg, tehát, hogy itt valahol az ember egyszerűen ebben a túlhajtott protestáns etika, most ezt akár megint itt elmondom, mire, ezt így össze akarom kötni itt ezt a korábbi... Ezt még nem értem. Jó, várjál. Amúgy te bizonyos szempontból a protestáns etikának egy nagyon jó mintapéldánya vagy a prózaírói étoszod alapján. Tehát itt most arra értem ezt az egész dolgot. Remélem nem valami ember gyűlölet irányába akarod. Nem, semmiképpen nem. Itt most a protestáns etikát azért hoztam be, mert itt ezzel az egész ilyen kapitalisztikus kultúrtermeléssel akartam összefüggésbe vonni. Ugye itt sokszor az van, hogy benne vagyunk ebben a termelésben, és hát azt gondoljuk, hogy ez az önmagvalósításról szól.
tehát hogy a maximumot hozzuk ki magunkból. Szerintem ez a önmegvalósítás, meg erre való törekvés, ez nagyon fontos, csak az a, néha eltévesztjük ennek az irányát. Tehát, és a fesztávját, hogy mennyire igen. közvetlenül kell visszaigazoltatni magunkat, vagy valaminket, ez talán, ez itt egy fontos szempont lehet, nem? Tehát, hogy az is egy, hogy is mondjam, egy önérvényre juttatás, amikor az ember a regényét akarja mondjuk sikerre vinni, vagy az eszékötetét, ami évekig dolgozik, vagy aznap keres valami kielégülést és feedbacket egy színpadi szerepléssel. Hogy mennyire közvetlen, és mekkora a fesztávja ennek az ön igazolásnak és a visszacsatolás keresésnek. Hát igen, meg nyilván ez, hogy is mondjam, prioritások, meg álprioritások közti különbségtétel. De hát nyilván ezzel folyamatosan szembesülünk, csak azért el lehet tévedni. Tehát az, hogy mi a fontos az irodalmi, vagy egy kulturális életben, mi az igazán fontos, erről nyilván sokan sokféleképpen gondolkodnak, de talán én azt érzem problémának, hogy nagyon bele lehet veszni az ilyen műutakba, állutakba, ahol valójában nem az önmagadnak a, hogy is mondjam, az önmagad építéséről van szó ilyen pozitív értelemben, hanem tényleg amikor valamiféle ilyen szimulákrumot egy építesz magadból, és arra nyomod be az energiát. És ez hogyan lemérhető? Tudom, nem egy nagyon objektív és nagyon exakt dologról beszélünk, de mégis mondjuk, ha pályakezdőknek kéne tanácsot adnod ebben a kérdésben, mi az, ami már ennek a falsságát mutatja, vagy a visszatetsző, és nem önazonos voltát? Hát szerintem pályakezdőként ezekbe a csábításokba bele megyünk, nem is feltétlenül kell, és mondjam, ezek olyan varga betűk, amit valószínűleg meg kell tenni ahhoz, hogy felismerhessük azt, hogy ezek varga betűk voltak, vagy tévutak. Tehát miért ne vethetnénk bele magunkat akár itt a szociális életbe? Meg hát ez démonizálni se akarom ezt a dolgot. Persze, tehát mindjárt értem. Itt... Én például azt mondanám, hogy jó, hát nyomja meg az ember, mert miért ne, csapassa. Ugyanakkor én a pályakezdőknek azt szoktam mondani, hogy mindig unatkozzanak is. Tehát, hogy unatkozás alatt azt értve, hogy kicsit ebből a termelésből, ebből a termeléskényszerből, amiről itt folyamatosan dumálunk, ebből vonódjunk vissza, és egy kicsit, hogy is mondjam, egyáltalán az érzékeléssel foglalkozzunk, az önmagunk érzékelésével, és ez lenne ez az öngondozási attitűd. Hogy nekem ebben mindig a Pilinszky a fő példám, itt értve az alatt, hogy a Pilinszkyről mindig így elmagyarázták, hogy ez rohadtul idegesített mindenkit a Pilinszky, mert hát ugye azt nem lehetett neki megmagyarázni, hogy akkor menjél le a boltba és vegyél valamit, mert nem képtelen volt rá, és így egy ilyen virágváza mellett el tudott flesselni két napig. Nyilván ezek ilyen karikaturisztikus, meg mítikus képek a Pilinszkyről, nem is ez a fontos, ennek mennyi a valóság referenciája, vagy ez mennyire igazak ezek a sztorik. Én csak azt akarom mondani, hogy kicsit így át kell menni növénybe. Tehát vannak pillanatok, hogy hagyjunk arra időt, hogyha nem is szeretjük a növényt megöntözni, de hogy mi növényé változzunk. És kicsit ezt a mély időt éljük meg, ami az önmagunknak az ideje. Ez egy rejtett termékelhelyezés volt most a Sirokai Matyi új kötetére. Na hát ügyes vagy, hogy ezt így felfetted ezt a termékelhelyezést. Abszolút Sirokai kolléga nagyon érzi ezt a növényeknek az idejét, ez tény. Én ehhez úgy tudok személyesen viszonyulni, hogy bárcsak a 2020-as az egy etalon év lehetne, és ilyen módon, én fél éve, tehát január 3-án mentem le Csopakra, és pár napja jöttem vissza, most olyan június utolsó napja talán. Én fél évet töltöttem lent, és közben azért vettem észre, hogy karantén van, mert azért internet van, és olvastam a híreket. Meg amikor elmentem bevásárolni egy idő után, maszkot húztam. Ezen kívül nem volt változás, illetve hát a változás annyi volt, hogy 3 hónapig terveztem a lentlétet eredetileg, és emiatt 6 hónap lett belőle, vagy majdnem 6 hónap. Rettenetesen élveztem. Tehát, hogy én elmehetünk egy kicsit abba az irányba is, hogy amit kitermelt szerepnek és önreprezentációnak hívsz, amit itt maga ez a szakma, és ezt rendszer szinten a szakma létrehozza, vagy belekényszeríti az egyént, hogy ez valóban így van-e. Én már múltkor is talán vitatkoztam egy kicsit, hogy, vagy próbáltam, hogy ez törvényszerű-e.
hogy amikor az ember ezen a rendszeren kívülállónak képzeli el magát, akkor ugye te véleményed szerint, ha jól értettem, az is a rendszer része, vagy azt is a rendszer hozza létre. Én egy kicsit hajlok arra, hogy nem feltétlenül, és próbálom is ezt követni, ennek a mintázatát, és a belső szükségletéből következő, nem tudom, milyen napi protokollját. Én így gondolkozom erről, én már azt sem mondom, hogy rossz vagyok, vagy jó vagyok, vagy bármilyen lennék ennek a gyakorlatában, egyszerűen próbálom elkerülni, mert azt gondolom, hogy visszás, és minden tekintetben az ellen hat, amivel valójában foglalkozni akarok. Úgyhogy kicsit programszerűen próbálom kivonni magam a zsizsgés és a kötelező nyüzsgés alól, de hát már mondjuk 10 éve. Úgyhogy én tehát egy darabig tudok erről még gondolkozni, de valójában nagyon határozott a véleményem azzal kapcsolatban, hogy mindenki fogja be a pofáját, kussoljon el, vonuljon vissza, üljön le és dolgozzon. Miközben ez nem, tudom, ez nem lehetséges, és ez nem így működik, de hát én ezt gondolom erről. És az, bocsánat, még egy gondolat, hogy ami egy önigazoló gondolat, az, hogy én amikor ezt gyakorlom, akkor nagyon felszabadítónak élem meg az életemet, ez nagyon sok más helyzetben nem elmondható, majd, hogy nem egy ilyen eufórikus tapasztalat, ezért kívánnám mindenkinek, aki nem tudom, bajtársam, vagy fele barátom, hogy hát hasonló módon viszonyul, vagy egy hasonló viszonyt próbáljon kialakítani. Tehát, hogy én nagyjából ezt tudom elmondani. Hát igen, értelek, ugye ez egy tényleg egy messzire vezető téma, ez az egész a kulturális termelés, ami egy szereptermelés is, stb., meg ez az egész reprezentációs játékok, ezt több korábbi beszélgetésben is érintettük, és hát ezeket a kérdéseket igazán komoly formában feltenni nem egyszerű. Nyilván itt a szuterénben erről így el tudunk fecsegni, és esetleg így ötleteket tudunk adni egymásnak, hogy hogyan gondoljuk ezeket tovább. Amúgy a karantén kapcsán még annyit mondanék, hogy nyilván az a program, vagy az az ideál, vagy eszmény, amit te itt megfogalmazol, az a karantén lehetőséget adott arra, hogy is mondjam, az eszménynek a pozitív részeivel is mondjuk megismerkedjünk. De azért ezzel nem a karanténnak az idealizálását akarom én sugalni, mert azért például a karanténnak a elég negatív következményeiről nem beszéltünk feltétlenül, tehát nem a karantén idealizálására törekszem, a karantén szorongásról, a cabin feverről, nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Én például azt is tudnám mondani, lehet, hogy ez ellentmond mindannak, amiről most beszéltem, de valójában azt hiszem, én többet szorongtam a karanténban, mint az utóbbi időben 10 év alatt. Ami meg lehet, hogy azért is van, mert éppen, hogy az accelerációt zárójelbe téve, jobban tudtam magamra figyelni. Mert a accelerálódás, ez a futás meg a rohanás arra is jó, ilyen hogy értelemben, hogy így van, tehát hogy eltereld a figyelmedet az öngondozásról, hát és akár, tehát hogy ennek egy ilyen típusú leosztása is van. Másrészt, amit meg akartam mondani még, hogy azért nem, én attól is óckodnék, hogy ezt ilyen bináris ellentétként, vagy ilyen tiszta opozícióként fogalmazzuk meg a kivonulást és a kulturális életben való jelenlétet, mert nyilván ezek olyan dolgok, amik kölcsönösen feltételezik egymást és egymásba csapnak át. Tehát például, hogyha itt az volt ez a növényes metafora, amit használtam, tehát hogy fontos az, hogy legalább naponta legyen időnk növényé válni, tehát ez az állapot, ez fontos, de ugyanakkor a növényt, azt tényleg öntözni kell, és hát sok esetben az öntözés a kulturális növénynek a szükségleteit, azt a kulturális életben tudod előteremteni, vagy megteremteni. Itt az inspirációkra, a flow-kra, az új ötletekre gondolok. És ahhoz kell az irodalmi tér, vagy az irodalmi élet? Hát simán. Tehát azért azt se gondoljuk, hogy az csak egy puszta, sivár, karrierista sivatag lenne, mert nem az, mert ott találkozol új emberekkel, új ötletekkel, nyilván ez se kizárólagos, de én azért erre is használom a kulturális jelenlétet, hogy találkozzak olyan akár
lappangó kreativitásokkal, amit mondjuk a saját rutinjaimból nem biztos, hogy elő tudnék termelni. Tehát, hogy ez a rutino, a saját rutinjaidnak a megreformálására is jó lehet ezek az ilyen szociális közegekben való mozgások, tehát lehet azt kreatívan vagy produktívan is használni. Ezek nyilván ilyen egyensúlyi kérdések, vagy én inkább úgy, hogy nem választanék egyik meg a másik között, hanem inkább az én célom az lenne, hogy hogyan tudom ezt a két dimenziót párhuzamosan fenntartani, hogyan tudok egyensúlyt teremteni a kettő ez között. Ez egy aránypár kérdése, ez evident, nem is létezik ebben a az abszolút szükség. Így van, mert hát nincs lehetőségünk arra, meg hát azért tegyük hozzá, hogy ahonnan kiindulunk, ez egy nagyon irodalmi szemléletmód. Tehát értve az alatt, hogy ugye a magányban otthon a klaviatúrát kopogtató író a szuverén módon, mint egy ilyen világtól elzárt virág vagy növény, ki tudja hozni önmagából a csodát, mint olyat. Ugyanakkor van egy csomó olyan kulturális produktum, ami egyszerűen nem ilyen értelemben individuális módon termelődik. Vagyis a kiállításoktól elkezdve, a közösségi projektek, közösségi alkotás, és így tovább. Tehát nagyon sok minden olyan van, amihez egyszerűen szükséged van ezekre a másikakra, vagy erre a sokaságra, vagy akár a gépezetre magára is. Tehát én erről sem tudnék lemondani. Itt talán tényleg megint csak az a feladat, hogy ezt a kulturális gépezetet ne valamiféle ilyen, ne úgy jelenjen meg, ami minket exploitál. Tehát, hogy tehát ne ilyen vámpirisztikus viszonyunk legyen, hanem képesek legyünk, hogy is mondjuk az önmagunknak a folyamatos megújítására is használni, akár az akcelerációt, vagy a nyüzsgést. Én ezt, amit most elmondtál, egy kicsit vallomásnak is tekintem. Egyszerűen, miközben beszéltél, arra jöttem rá, hogy mennyire másként vagyunk azzal, ahogyan fölhasználjuk, vagy hasznosítjuk az irodalmi jelenlétet, és egyáltalán az irodalmi életet. Soha az életben nem jutott eszembe, hogy bármilyen, nevezzük így, jobb ilyen kreatív energiáknak a forrásaként is tudjak erre tekinteni. Egyszerűen mondjuk azért, mert más emberekkel, más kreatív ötletekkel találkozom az ebben való részvétel során. Nem gondolom azt, hogy forrás nélkül való volna az alkotás, de hogy ennek szükségszerűen, akár az irodalmi alkotásnak, az irodalmi élet maga legyen a forrása, hát ez még nem jutott eszembe, sőt, ha azt nem is gondolom, hogy kizárja, vagy elapasztja a tényleges és a valós forrást, ami pedig szerintem ezen kívül esik, hát szóval nem segíti. Én inkább azt látom, hogy nálam nem segíti, hanem az... Persze ez már alkat dolga, meg ez valószínűleg tapasztalatbeli különbség kérdése is. Amíg még szerettem ebben nyüzsögni, akkor nekem ott az volt a megélésem, hogy tolongunk egy versenypályán, ami jó, mert közben a barátságok is erősödnek, néhol kiderül, lelepleződnek, hogy mennyire illuzórikus barátságok voltak. Nagyon érdekes élmény ordítva végighányni egy éjszakát ezekkel az emberekkel, vagy Heideggerről óbégatni egy kocsma sötétjében, de hogy valójában ez hozzájárulna ahhoz, hogy én másnap mit tudok írni, azt nem látom, vagy hát annyit, hogy sokkal nehezebben, mert másnapos leszek, és nehezebben tudok ezen dolgozni. Miközben most ez egy mesebeli, direkt vállalt mesebeli naivitás lesz, amit mondok, de tessék kihalani belőle azt a részt, amit valójában gondolok. Tehát, hogyha felszállok a tömegközlekedésre, az egy nagyobb inspiratív forrás, vagy a MÁV-ra, vagy kimegyek az utcára, vagy bármilyen interakcióba lépek emberekkel. És hát mondom, itt nekem az kifejezetten fontos, hogy ne szakmabeliek legyenek. Én, hogyha lehet, egyébként a szociometriámat is próbálom ezen kívül alakítani. Én mélyen empatizálok az averzióddal, tehát, hogy én mélyen értem ezt a fajta szorongást, meg ezeket a típusú problémákat. Én is nagyon sokszor így tudok érezni. Ugyanakkor azért azt gondolom, hogy te aztán tényleg komolyan gondolod az irodalmi karantént, olyan értelemben, hogy te az irodalmi élet elől vonulsz karanténba, az alkotáshoz. Nyilván erről beszéltünk végig, tehát ez volt most itt a leitmotívunk. De ahogy te magad fogalmaztál az előbb, bocsa, szabadba vágok,
világok, hogy itt nincsenek abszolút szélső értékek. Mert azért időnként elmegyek, felolvasok, beszélgettünk, most is csináljuk ezt a dolgot, ez is valami látszatja ennek, úgyhogy azért nem teljesen, de nagy mértékben. Igen. Talán a szemléletbeli különbségünk azzal is magyarázható, hogy én azért ezt nem az én perspektívámat, nem az irodalomra akarom leszűkíteni, és azt látom, hogy az irodalmi alkotás még el működhet esetleg, ilyen karantén körülmények között is, de vannak bizonyos típus olyan kulturális transferek, amikre egyszerűen szükség van, és ehhez ki kell merészkedni a karanténból. És például, hogyha így az írásra megint így visszafordítanám, nem biztos, hogy attól tudok én írni, hogy egyszerűen olvasok és írok, vagy hogy a másik csak a szövegeiken keresztül találkozok. Lehet, hogy attól tudok jobban írni, hogy az az illető másiknak mondjuk megismerem a zenei ízlését, vagy bármit. Persze, tehát, hogy itt ezernyiféle ilyen impact, vírus, kreatív vírus, mém fertőzhet meg engem abban a heterogén világban, ami a kulturális élet, ugyanakkor észnél kell lenni. Tehát, hogy ezt akarom mondani, hogy azért az öngondozásról, meg erről a menekülési lehetőségekről, ezeket fontos, hogy ezt kitaláljuk, kiépítsük. Behoznék még egy másik szempontot, ami szűni fog egy harmadikat, a műfaji különbségek. Tehát itt szerintem nagyon fontos az önkaranténolás kérdéskörébe bevonni azt, hogy az ember jellemzően milyen fesztávú szövegeken dolgozik. És minthogy én most éppen regényben vagyok, amit 3 éve írok, vagy amin 3 éve dolgozom, az első 1 év az még nem az írásfázisa volt, és amin még legalább 1 évig fogok, bár most hihetetlenül intenzifikálódott ebben a 4-5-6 hónapban, hát majdnem egy csapásra megírtam a belső 4/5-ét a szövegnek. Ennek jót tesz egy ilyen kényszerű helyzet, vagy indiferens vagy jót tesz neki. De, és akkor ez létrehoz egy újabb szempontot, mert most ezen gondolkoztam. Ha nem az írás fázisában lennék, hanem mondjuk 2 szöveg között lennék, 2 nagyfesztávú szöveg között, éppen ezek a kisebb rések az élet teljes fesztávjának, és ott kopogtatna be az ajtomon a karantén, akkor lehet, hogy bajba lennék. Akkor az lehet, hogy szorongásokkal járna, bár nem vagyok ebben sem teljesen biztos, egy személyes adalék következik, vágyaim szerint 1 éven belül sikerül kivonulnom, ha nem is teljes mértékben Budapestről, de legalábbis megvetni a lábamat vidéken egy kis erdőszéli házban annyira, hogy oda bármikor el tudjak menni, és én úgy képzelem, hogy ha ez sikerre viszem, akkor ott ezeket a külön időket is, a virágok öntözésével és a kis konyhakertem gondozásával el fogom tudni úgy tölteni, hogy az ugyanúgy az örömről szóljon, és önmagam megéléséről. Szerintem ez egy jó zárszó volt, most éppen itt a mentő is így bekapcsolódott, ez mentő lehet? Ez biztos, hogy mentő, igen, aha. És a Covidról beszéltünk végig, reméljük, hát, hogy ez most nem egy Covid áldozat. Hát, bízunk benne, hogy csak a kánikula. Mennyivel jobb úgy meghalni, nem? Hát. Hogy tudod, hogy nem a Covid volt az. Ja. Na jó, hát akkor ennél szebb zárlatot nem is kívánhatunk magunknak. Nagyon megfejeltük itt a mély értelmű diskurzusainkat ezzel a zárszóval. Oké, hát akkor... Legközelebb valamikor, de ugyanitt. Sziasztok!